Én nem gondolom, hogy a Fidesz, illetve Orbán Viktor megreformálható. Itt van egy alapvető gond a magyar jogállamisággal, nevezetesen az, hogy a jogállamiságnak nincs meg az alkotmányos alapzata. Az a sajnálatos helyzet, hogy ennek a kormánynak, ennek a Fidesz tábornak az erkölcsi ítélő képessége nincs megfelelően lehorgonyozva. 2022-ben az ellenzék köztársasági elnökjelöltje volt, régóta Oxfordban tanít közgazdász professzorként, most pedig elvállalta a Jobbik Konzervatívok EP választási listájának a vezetését. Vendégem Róna Péter. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kívánok, köszönöm szépen. Hát mit szól a múlt hét eseményeihez? Hát én elsősorban azt gondolom, hogy Novák Katalin és Varga Judit egyaránt helyesen lépett, amikor lemondott. Én a magam részéről sajnálom kiváltképp Novák Katalint, de tény és való, hogy egy óriási komoly hibát követett el. Én számos kérdésben támogattam és támogatom azt a politikát, amit a családokkal kapcsolatban ő folytatott. Tehát, mint miniszter, én szerintem jó munkát végzett. De nincs más megoldás, neki mennie kellett. Na most ugye ez nem a dolognak a vége, még csak a kezdete sem, mert itt nagyon sok minden másról is szó van. Szó van arról, hogy egyáltalán hogyan történhetett ez meg. Szó van arról, hogy mi itt Balogh Zoltán szerepe, amit én mélységesen kifogásolok. Tehát én ugye Oxfordban egy olyan kalizsnak vagyok a tanára, amit Aquinói Szent Tamás néhány követője alapított 803 évvel ezelőtt. Ez a kalizs szerves része az Oxfordi Egyetemnek. Tehát számomra a vallás, a hit és a többi szerepe nagyon, nagyon fontos. Na most számomra egy pap, egy lelkész ne foglalkozzon a politikával. Semmi köze hozzá. Ott neki semmi tennivalója nincs. Az ő dolga a hívők lelki üdvösségének az ápolása. És a társadalom erkölcsi szövetének az erősítése, az komoly erkölcsi dilemmák, mert mindig vannak erkölcsi dilemmák, feloldása, megoldása, és így tovább. Egy 19. századi nagy brit történész Lord Acton mondta, hogy a hatalom korumpál, és az abszolút hatalom abszolút korumpál. Ha ő politikusként belekeveredik ezekben a hatalmi kérdésekben, automatikusan aláássa azt a szerepet, amit egy lelkésznek, vagy egy papnak be kell töltenie. Tehát ez nagyon kifogásolom. Nagyon kifogásolom, hogy ahogy Rogán, Orbán és a többi kezelte a dolgot. Ez nem méltányos, ez helytelen. Ő megbukott, mind a két asszony megbukott. Amikor valaki megbukik és a földön van, nem rúgunk bele. Hát igen, ön ugye volt a közös ellenzék köztársasági elnök jelöltje. Ön mit tett volna egy ilyen tartalmú kegyelmi kérvény esetén? Utasítottam volna. Tehát az nem fér kétség. Tehát az teljesen tiszta sor, az egyértelmű, itt nincs miről beszélni. Tehát ez ugye egyelőre a tartalmát még nem ismerjük ennek a kérelemnek. Hát nem kell ismerni. Tehát én nem tudok elképzelni olyan hivatkozási pontot, ami ezt a döntést alátámasztaná. És ha lenne ilyen hivatkozási pont, akkor nagyon meg lennék lepődve, hiszen erről senki se beszélt. Tehát ha van a
a csomagban ilyen hivatkozási pont, akkor tessék vele előállni. Tehát ezzel senki sem állt elő. Úgy. Mert ugye a kormányzati kommunikáció egy kicsit, mintha most problémában, vagy nem tudom, bajban lenne, mert itt egymásra mutogatásokat látunk, de tulajdonképpen az ügyről szinte semmit nem tudunk. Így van. Így van. Tehát itt ugye arról az a sajnálatos helyzet, hogy ennek a kormánynak, ennek a Fidesz tábornak az erkölcsi ítélő képessége nincs megfelelően lehorgonyozva. Mert összekeverik az erkölcsi ítélő képességet a napi politikai szükségletekkel. Ugye? És ez nem lehet. Ezt nem lehet összekeverni. Tehát vannak olyan erkölcsi fundamentumok, kérdések, amihez ragaszkodni kell, teljesen függetlenül attól, hogy annak mi a mindennapi politikai következménye. Erre ez a kormány nem képes, már jó ideje. Talán G. Fodor Gábor mondta azt, hogy ez a konzervatív keresztény köntös tulajdonképpen csak egy politikai máz. Igen. A célok eléréséhez elég. Én ezzel egyetértek. Tehát én ugye, mint mondom, egy olyan kalisban vagyok, amit neki ilyen a háttere. Tehát ahol komolyan kell venni ezt a dolgot. Domonkosok tanítanak, én a domonkosok vezette tanári karnak vagyok a tagja. Ez nem fér bele. Ez nem. Milyen embernek ismertem egyébként Novák Katalint? Volt valamilyen kapcsolata vele? Nem, én nem ismerem őt személyesen. Életemben egyszer találkoztam vele a parlamentben, az alkalom, hogy őt megválasztották, és én oda mentem gratulálni neki. Talán nem biztos egyébként a Fidesz részéről, hogy ennyire párthoz köthető jelöltet szavazott hát ugye, meg annó. Itt van egy nagyon komoly ellentmondás. Én azt mondom, hogy ne azt a szerencsétlen alkotmánymódosítást terjessze Orbán Viktor a parlament elé, amit előterjesztett, mert az egy jogi agyrém, tehát nagyon rossz. Szakmai szempontból is fenntarthatatlan, hanem azt, hogy a köztársasági elnököt a magyar nemzet közvetlenül válassza meg. Mert az, hogy a köztársasági elnök a nemzet egységét hivatott megtestesíteni, nem fér össze azzal a helyzettel, hogy a köztársasági elnököt egy párt válassza. Tehát akkor miféle egység az, amikor a köztársasági elnök egy párttól függ, és ez a jelenlegi helyzet. Úgyhogy most éppen pár órával ezelőtt egyik újság megkeresett, hogy ők szondázzák a közvéleményt, és hogy hát a nevem is szóba került, hogy legyek én a utódja, és hogy hát mit szólok ehhez. És mondtam, hogy én ezt nem vállalnám, éppen azért nem vállalnám, mert szerintem eljött az ideje annak, hogy közvetlenül válasszunk köztársasági elnököt, és ha vállalnám, akkor ennek ellent mondanék. De feltételezem akkor, hogy nem is gondolta volna, hogy ilyen rövid lesz Novák Katalin karrierje. Nem. Novákot ön szerint csapdába csalhatták? Nagyon sok ilyen konteót lehet hallani mostanság az ügyről. Én nem tudom. Ezt nem tudom. Én azt tudom, és azt állítom, hogy ez egy rendkívül korrupt politikai rendszer. És ez most, erre most fény derült. És ezt a korrupt helyzetet nem tudjuk tovább fenntartani. Tehát ez így nem megy. Ugye amikor megtörtént az eset, lehetett hallani, hogy a kormánypárt vadmérésekbe kezdett, és ez alapján próbálták megállapítani azt, hogy Nováknak vagy akár Vargának le kell-e mondania, de hogy utána a miniszterelnök kiállt a nyilvánosság elé, és ugye alkotmánymódosításról beszélt. Ez elég egy ilyen ügy végén? Nem. Ez teljesen helytelen. Az alkotmánymódosítás, amivel előállt, az kevesebb, mint férc munka. Ez jogi szempontból egy baromság, szintén szólva, félsületlen dolog, tehát ilyen értelemben ez elfogadhatatlan. Egyéb iránt pedig ez nem ezzel oldható meg. Uh-huh. Yeah. Mi lenne a megoldás ön szerint? Hát ez az lenne a megoldás, hogyha a Fidesznek, mint akármelyik politikai pártnak következetes, koherens, és felfogható
értékrendje és erkölcstana lenne. Ugye? Most ugye Magyar Péter elmondta, amit elmondott, és írt, amit írt, és szerintem ez teljesen világos, hogy itt a legmélyebb szinten miről van szó. Itt arról van szó, hogy ugye a nyugati civilizációban a politika legkisebb egysége a Fidesz állításával szemben nem a család, hanem az egyén. Az az egyén, aki Szent Pál írásai szerint, itt utalok a Galatákhoz intézett leveleihez, illetve a Rómaiakhoz intézett leveleihez, az ember a lelkét Istentől kapja. És mivel Istentől kapja a lelkét, van lelkiismerete, és van szabad akarata. És a szabad akarata gyakorlásával el kell számolni a saját lelkiismerete és Isten előtt. De nem valami szuverenitásvédelmi ügynökség előtt, vagy Orbán Viktor színe előtt, ugye, hanem a lelkiismerete és Istene előtt. A Fidesz ajánlata, tehát a Fidesz politikai felfogása pedig az, hogy mondj le a szabadságodról, tehát mondj le a legalapvetőbb keresztény tanítás lényegéről, a szabadságról és az ezzel járó erkölcsi felelősségről, és cserébe megkapod a falka akoljának a melegét. És akkor ettől kezdve nem kell semmiről se gondolkodnod, nem kell meghoznod azokat az életben mindannyiunk számára előforduló komoly erkölcsi kérdéseket, nem kell vele foglalkoznod, te benne vagy az akolban, kész. És foglalkozzál. Ja. Hát aztán ebben az akolban azért vannak ilyen különböző háttérerők, amik mozgatják az egyénnek a boldogulását. Persze, ugye, igen. És most amit láttunk a Magyar Péter részéről az, hogy hát ő azért szeretne visszanyerni a szabadságát. Ugye? Tehát itt erről van szó, ez a legmélyebb szinten erről van szó. Ez a felfogás, ez a fideszes felfogás, ez a kelet, ez nem a nyugat. Ez a kelet civilizáció. És ez azért nagyon fontos, és azon nagyon mély, mert itt nem csak arról van szó az Európai Unióhoz való viszonyunkkal, és az európai országokkal viszonyunkkal kapcsolatban, hogy most mit mondunk Ukrajnáról, hanem arról van szó, hogy egy olyan értékrendet húzott Orbán és kormánya a magyar társadalomra, ami összeegyezhetetlen a nyugati civilizáció, keresztény civilizáció értékrendjével. És én azért kívánok Brüsszelbe menni, mert Brüsszelen keresztül, és majd ha esetleg van rá alkalom, Brüsszelen keresztül én ezen próbálok valamelyest változtatni. Ideig is el fogunk jutni nyilván majd a beszélgetésben, de hogy látja, hogy a jogállamiság szempontjából mekkora kárt okozott ez az ügy? Hát nézd, a jogállamiság szempontjából a helyzet a következő. Magyarországnak van egy úgynevezett alaptörvénye, ami egy kétharmados törvény, mint 42 másik kétharmados törvény, de semmiféleképpen sem nevezhető alkotmánynak. A helyzet az, hogy Magyarországnak nincs a fogalomnak megfelelő írománya. Nincs alkotmány. Ugyanis az alkotmánynak a lényege az, hogy az alkotmány egy szerződés a társadalom és a hatalom között, amely szerződésben a társadalom felhatalmazza a hatalmat a hatalom gyakorlására. Az alkotmányban rögzített feltételek, korlátok és az eszközök mellett. De csak azok mellett. És amire nem kap az állam felhatalmazást, a hatalom felhatalmazást, arra nincs felhatalmazása, azt nem teheti meg, mert az alkotmányon kívül esik. Az alaptörvény a Fidesz, illetve Orbán Viktor személyes játékszere. Ő ezzel azt csinál, amit akar. Ugye? Tehát akkor módosítja, amikor úgy érzi, hogy neki most jó, hogy módosítsa. Pedig Szikla Szilárd elvileg, legalábbis ez volt a kommunikáció.
Tehát ő ezzel az alkotmánnyal pontosan azt csinál, amit akar. Tehát itt ez az íromány semmiféle korlátot nem jelent a hatalomra vonatkozólag. Novák Katalin egy hibát követette, jó, hát akkor most átírjuk ezt a bekezdést. Hát hogy? Hát valamit mondani kell a választók. De ez nem így megy. Az alkotmány a felhatalmazás a nemzettől. Az alkotmányt a nemzet beleegyezése jóvágyása nélkül nem lehet módosítani. Ez nem úgy megy, hogy én gondolok egyet, és akkor oda vigyeztek valamiféle sületlen gondolatot, és akkor jó, hát akkor nekem megvan a kétharmados többségem, ez el van intézve, én azt csinálok. Nem. Tehát itt van egy alapvető gond a magyar jogállamisággal, nevezetesen az, hogy a jogállamiságnak nincs meg az alkotmányos alapzata. Mert nincs alkotmány. És ezért bármit is beszélünk, mondunk a jogállamiságról, az állandóan veszélyben van, az állandóan borulhat, az állandóan olyan értelmezést kaphat, amit a hatalom megkíván. Tehát ha a hatalom azt kívánja, hogy az alkotmánybíróság C-durban fogalmazzon, akkor az alkotmánybíróság nem fog F-mollban fogalmazni. Tehát ez így működik. Itt van egy úgynevezett demokratikusnak tűnő keret, fogalmi keret, amit az Orbán kormány teljesen keleti zsarnoki tartalommal töltött fel. Ez a helyzet. Hát ami nyilván az abszolút hatalmat biztosítja az abszolút a Fidesznek, de hogy azért volt már a Fideszben egy-két renitens, ha más nem Simics Kalajos, hogy akár mostanában Pesti László nyilatkozott bizonyos gazdasági ügyekről a Fidesz kapcsán, de hogy ön szerint ez az ügy Magyar Péternek ez a fajta kiállása elindíthat valamit? Valami tisztulási folyamatot? Vagy ilyenekre ne várjunk, vagy ne számoljunk ilyenekkel? Mert szerintem egyébként Magyar Péter nagyon ügyesen fogalmazott a tegnap Partizánnak adott interjújában, és én úgy érzem, hogy egy bizonyos szinten egy kis lelkiismereti terhet tett egy-két politikusra, gondolok itt akár Gulyás Gergelyre, vagy akár Rogán Antalra. Én nem gondolom, hogy a Fidesz, illetve Orbán Viktor megreformálható. Szerintem ez a struktúra össze fog omlani. Hogy aztán ez most fog bekövetkezni, vagy valamikor később, más körülmények, ezt nem tudom, de azt vélem, hogy ez a berendezkedés nem életképes, és azt bizony kategórikusan merem állítani, hogy semmiféleképpen sem kompatibilis az európai civilizációval. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez a berendezkedés, ennek a berendezkedésnek az értékrendje nem illeszthető be az európai keretekbe. Ami azt jelenti, hogy mennél tovább tartjuk fenn ezt a rendszert, annál valószínűbb, hogy kipenderülünk Európából. Aminek nyilván beláthatatlan következményei lennének, akár egy Huxit kapcsán, igen. Ugye a briteknél látjuk ennek az eredményét, igen. Illetve bocsánat, Angliának. Hát több Skóciának is. A Skóci, igen. Igen. Tehát igen, de briteknek, igen. Tehát ez nem megy. Ez egyszerűen nem fér bele. És akkor ugye az van, hogy van egy csúcstalálkozó Brüsszelben, 26 kormányfő, államfő együtt vacsorázik, Orbán Viktor pedig a szobájában. Elküldik kávézni. Nem úgy elküldik, ez a vacsora. De a vacsora, igen. Vacsora, nincs meghívása. Tehát ott van a 26, a másik 26 tagállam mindegyikének a kormányfője, és ki az, aki hiányzik? Orbán Viktor. Hol van Orbán Viktor? Külön vacsorázik. A hétvégén Prágában jártam, és figyeltem a helyi újságokat, és címlapon nem láttam a magyar eseményeket, nyilván lehet, hogy belső oldalakon igen, odáig nem jutottam, de hogy milyen most a magyarok megítélése a nagyvilágban? Hogy látja? Nagyon rossz. Ilyen rossz sose volt. Ugye, én
1956-ban 14 éves voltam, én nem voltam szabadságharcos, nekem fegyver nem volt a kezemben, de vittem élelmiszert a harcolóknak, fiúknak, lányoknak, az erdő, az Erőd utcában és a Szénatéren. Meghúgtam a szomszédokhoz, és kértem, hogy hát adjanak valamit, és akkor ezt majd elviszem is. Volt a környéken egy pékség, oda is elmentem, vettem kenyeret, és ezt úgy vittem két napon át. Ezt csináltam. Szóval nekem 56 egy nagyon-nagyon mély formáló esemény volt. Tehát az 56 bizonyos értelemben engem meghatároz. Na most én és az én nemzedékem egy életen át élvezte a világ tiszteletét és megbecsülését 56 miatt. Tehát, és számos alkalommal úgy magammal gondolkoztam, hogy hát ott jó pár száz ember meghalt, sokat kivégeztek, és akkor ennek a tragédiának én lettem a haszonélvezője, és hát mit kell nekem tennem azért, hogy hát az ő tiszteletüket és az emléküket valahogy megőrizzem. És az egész jelölési folyamat, tehát hogy én elfogadtam ezt a felkérést Gyöngyösi Mártontól és a Jobbik vezetőségétől, ez abból fakad, hogy ugye miközben a kormány meg nem nevezett svéd politikusok, meg nem nevezett helyen, meg nem nevezett időpontban, meg nem nevezett beszédeikre hivatkozva késleltette vagy akadályozta Svédország csatlakozását a NATO-hoz, Orbán Viktor elment Kínába, hogy kezet szorítson azzal az emberrel, Vlagyimir Putyinnal, akinek a vezetése és irányítása alatt az orosz középiskolás történelem tankönyvekben azt írják, hogy 1956 Magyarország a II. Világháborúból hátra maradt nácik felkelése volt. És ő ezzel az emberrel kezet fogott. És ráadásul úgy, hogy ugye 56 után a svédek voltak talán az elsők között, akik megnyitották a határaikat a magyar menekültek elől. Így van. Én ezt tűrhetetlennek, elviselhetetlennek véltem, és én úgy éreztem, hogy ha én ez ellen nem teszek, ugye, akkor én elárulom 56-ot. Akkor egy szemét ember vagyok. És a Jobbikkal kapcsolatban ugye vannak a Jobbik múltjában is számos olyan dolgok, amivel én nem értek egyet, de nagyon fontos, a Jobbik alapítása óta rendszeresen, következetesen kiállt és ápolta 56 hagyományát. És ez nekem egy nagyon fontos és meggyőző tényező volt, amikor meghoztam ezt a döntést. Tehát akkor tulajdonképpen emiatt vállalta el a felkérést. Részben emiatt, és részben amiatt, hogy van egy elképzelésem, hogy mit lehetne tenni az ország érdekében Brüsszelen keresztül. És ez pedig az, hogy szerintem ki kellene dolgozni és harcolni, amire van lehetőség, hogy a brüsszeli pénzek egyenesen, közvetlenül jussanak az önkormányzatokhoz. Na most ehhez nem az kell, hogy megkérjük külcet, hogy küldje az önkormányzatok a pénzt, nem fogja. Hanem az kell, hogy aprólékos, pontos munkával kidolgozzuk, hogy ezt hogyan lehet lebonyolítani, hogyan lehet ellenőrizni, hogy ezek a pénzek ne legyenek a korrupció, ne váljanak a korrupció áldozatává. Ugye? És én ezt vállalom, ezt meg akarom csinálni, ki akarok dolgozni egy ilyen megoldás az önkormányzatok természetesen segítségével, különböző önkormányzati tömörülések segítségével, és azzal menni Brüsszelbe, hogy tessék, mi ezt kérjük tőletek, ennek a programnak az elfogadását. Az nem fog menni, hogy azt mondjuk, hogy küldjétek a pénzt, ugye, mert idáig, hogy küldték a pénzt, annak kb. 20% a korrupt zsebekbe került, tehát ők a komoly garanciák nélkül, hogy ez nem történik meg, egy fillért se fognak nekünk adni a jövőben. Ez tény.
Tehát nekünk biztosítani kell, hogy ez nem fordul elő. Ugyanakkor, és ez a magyar demokrácia és kibontakozás szerintem fő forrása, az önkormányzatokon keresztül a magyar társadalom hozzá tud szokni az önrendelkezéshez. Tehát azt, amit Szent Pál előírt, hogy van szabad akaratod, annak a gyakorlásához és a felelősség teljes elszámolásához, hogy akkor azzal a szabad akarattal én mit is csináltam. Hát ugye pedig az akkumulátorgyárak Magyarországra telepítése kapcsán most tapasztalhatják igazából a helyi lakosok, akiket így nyilván van. Ez a dolog érint, hogy nincs önrendelkezési joguk. Így van. Tehát én arra próbálom majd meggyőzni az Európai Uniót, hogy ezt a programot fogadja el, és amíg nem állítja vissza az önkormányzatok hatáskörét, a központi kormány ne kapjon EU-s pénzt. És próbálna esetleg egy párcsalád szintjén politizálni? Hogyne. Most ez egy további kérdés, ugye, mert a jelenlegi helyzet az, hogy a Fidesz kipenderült az Európai Néppártból. Az Európai a Néppárt Európa legerősebb. Igen. Nem csak az Európai Parlamentben, hanem az egész európai politikai palettán ez a legnagyobb párt. A konzervatívok és reformerek tömörülése az Európai Parlamentben olyan negyedik, ötödik helyen van az Európai Parlamentben. Ez egy nagyon két komoly jobboldali erő. Orbán kipenderült, a Fidesz kipenderült ki a néppártból, és a mai napig az európai konzervatívok és reformák nem fogadják be őket. Nem is fogják. Úgy lehet hallani, hogy a szélső jobb viszont tárt karokkal hát várja jó, őket. Hát jó, akkor menjen a szélső jobb. Na most a helyzet az, hogy semmi olyat, ami fontos a számunkra, az Európai Néppárt, illetve a konzervatív támogatása nélkül nem tudunk elérni. És nem vagyunk ott. Tehát a legfontosabb dolog az, hogy a magyar kormány az európai politikai folyamatokban nincs képviselve, nincs jelen. Most ezt nem lehet azzal pótolni. Ugye, nincs jelen, miért nincs jelen? Mert az állandó sértegetést az európai partnerek megunták, és azt mondja, hát akkor fel is út, le is út, tehát jó napot, miért ezt nem kérünk. Na most ő nem tudja visszaszerezni a dialógus lehetőségét, a részvétel lehetőségét, azzal, hogy vétóz, támad, pörlekedik, veszekszik. Nem. Nem tudja megcsinálni. Tehát kiesett, és nem tud visszamenni. Nem tud visszamenni a néppártba, és nem tud beilleszkedni a konzervatívok és reformerek pártjába. Tehát Magyarország, a magyar kormány az európai politikai folyamatban nincs jelen. Ez egy tragikus helyzet, nagyon komoly, tragikus helyzet. Minden szándékom az, hogy vagy az egyikbe, vagy a másikba bekerüljek. Tudja, azon gondolkodtam, miközben arról beszélgettünk, hogy milyen a magyarok megítélése akár a nagyvilágban, vagy akár Európában. Összekeverik a magyar embereket a magyar politikai képviselettel, amit mondjuk így a NER próbál képviselni? Sajnos igen. Tehát én ugye azzal találkozom, hogy jó, igen, tudjuk, sok nagyon tehetséges magyar van a világban, én is ismerek, mondják nekem hollandok, meg stb. Rendes magyarokat, stb. De hogy van az? Miért van az, hogy ti hagyjátok, hogy az én adófizető pénzemből 20%-ot lopjanak, tehát a kasszával befizetett pénzemből, a 20%-ot ellopják Orbán és kleptomán körei. Hát hogy engedhetitek ezt meg? Hát ez nem fér a fejükbe. Uh-huh. És ez a helyzet, hogy ezt a lopást mi magyarok valahogy megszavazzuk, amikor kétharmadot megszavaztuk, ezt is megszavaztuk. Ez rendben van. Ezt az átlag európai állampolgár nem jeli le, nem tudja megemészteni. Mert azt mondja, most nincsenek szuronyok, nincsenek tankok, nincsenek harckocsik, stb. Hogy van az, hogy ti ezt megszavazzátok? Ugye? Hát ez egy nagyon jó kérdés, de ugye például a lengyel példa is mutatja, hogy nagyon nehéz újraépíteni egy jogállamiságot. De lehet. És ugye sajnos azt kell mondanom, hogy ezt ők is látják, hogy a magyar ellenzék, tehát a baloldal teljesen képtelen. Nincs miről beszélni. Úgyhogy
Úgyhogy eléggé lesújtó kép alakult ki rólunk, és aztán ugye ez hozzájárul a Putyinnal való haverkodás, hozzájárulnak ezek a szerencsétlen akugyárak, a kínai kapcsolat hozzájárul, most ez az izraeli-palesztin Hamas, stb. Konfliktus, ahol természetesen mindenki elítéli a Hamas terrortámadását, de Orbánnak egy emberi szava még nem volt a palesztinokra vonatkozólag. Hát ez nem. Hát egyelőre még a bicskei gyermekotthon lakóihoz se. Még a így van, pontosan. Tehát hol van az a keresztény szeretet, ami egy egész vallás, egy egész civilizáció alapköve, amire épül, van ebben az emberben bármiféle szeretet? Ez egy jó kérdés. A Jobbikon belül nem okozott feszültséget, hogy tulajdonképpen egy párton kívül lesz az EP lista vezetője? Én nem találkoztam ezzel. Én ott voltam az évadnyitó rendezvényen, mondtam egy beszédet, nagyon kedvesen és barátságosan fogadtak, tehát nem nézett rám senki se csúnyán. És amennyiben ott fog ülni az Európa Parlament padsoraiban, mi lesz az első és a legfontosabb lépés? Visszaszerezni ezt a fajta bizalmat az Európai Uniótól? Visszaszerezni ezt a bizalmat, és azt, hogy igenis képesek vagyunk következetes, kemény munkával, értelmes, felelősségteljes elképzelésekkel előállni. Legyen ez a végszó, Róna Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk, és hogy elfogadta a meghívásunkat. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, hogy ismét a Magyar Közönyt választották, és ne feledjék, megtalálnak minket a Facebookon, az Instagramon és a TikTokon is, és azt külön megköszönjük, hogy feliratkoznak a csatornánkra. Viszontlátásra!